Most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni. Érzem, hogy holnap már többé nem lehet. Most kéne összeveszni, erőnket összeszedni, s kimondanunk azt, hogy égben... Nem tetszik ennek a rendszer? Hát, mert teljes koncepció nélküliséget takar. Nem készültek fel arra, amit szeretnének megcsinálni. 2 éve folyamatosan csökken a fizetésem, és jövőre az adójóváírás miatt megint csökkenni fog. Meg azért nem tetszik, mert a korosztályom tényleg mind mindenki arra jut, hogy el kell menni külföldre, például a húgom is, és ez nagyon rossz. Az adókedvezmények engem pozitívan érintettek, mégsem tetszik ez a rendszer, mivel hogy úgy látom, hogy az, hogy nekem jó, az nem feltétlenül segíti azt, hogy az országnak jó legyen. Akinek még egyáltalán van munkája, annak meg akarja nyírválni a jogait, tehát egész egyszerűen nem csak a szakszervezeti jogokról van szó, hanem a munkavállalók jogairól. Most kéne visszakozni, nem várni, nem avozni, és menni, menni a józan ész után. Egy másik útra lépni, egyszer sem visszanézni. A szegényebbek fizetnek meg tulajdonképp azért, ami az országgal történik. Ők is az országunk állampolgárai. Miért lennének kevesebbek? A hajléktalan nem bűnöző. Nem az, tehát hogy nyilván a hajléktalannak csomó felelős, saját személyi felelőssége is van a dologban, de nem az a megoldás, hogy akkor megbüntetem érte. Nem a nyugattól vagyunk egyre távolabb, hanem azoktól, akikkel egy úton indultunk el 89-ben, Csehország, Lengyelország, Szlovénia is mondjuk már példa lehet nekünk. Az Orbán kormány felszámolja a jogállamiságot. Minden téren egész pályás letámadást csinálnak. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy az ember egy demokráciában gondolná. Kicsit sok a közvetlen kézirányítás. Leszoktatják az embert a kulturáltságról, a kultúráról, arról, hogy intelligensen nyilatkozhasson meg. Nekem azért nem tetszik a rendszer, mert a demokrácia hal meg ebben a rendszerben. Nincs sajtószabadság, az emberek félnek, amit tulajdonképpen az utolsó 20 évben soha senki nem érzett át. És most úgy van, hogy ha kimeri nyilvánítani a véleményét, akkor nem tudja, hogy hónap van-e állása, vagy nincs. Nem tetszik ez az egész undorító propaganda, ami megy, hogy pofánkba hazudnak léptenyomon. Itt megjelent mondjuk 100 000 ember, akkor majd az fog megjelenni holnap a közmédiában, hogy kormánypárti tüntetés volt például. Egyetértek azokkal a tüntetőkkel, akik azt mondják, hogy nem tetszik a rendszer, hiszen mi is azért kaptunk 2/3-os felhatalmazást, hogy megváltoztassuk a rendszert. Most kéne abba hagyni.